Talán nem véletlen, hogy ez az evangéliumi szakaszhoz igazította Püspök atya a mai elmélkedésünket, együtt gondolkodásunkat. Először is azt szeretném, hogy tisztázzuk a fogalmakat, a zsinatnak a fogalmát, aztán az egyházképünkről gondolkodjunk egy kicsit, és a harmadik pedig, hogy fogalmazzuk meg a mi identitásunkat, keresztény identitásunkat. Mit jelent az, hogy világi hívőnek lenni az egyházban? Ezt a harmadik kérdést nem én fogom megválaszolni, hanem ti. Mert tulajdonképpen most nektek kéne itt prédikálni, hiszen a világi hívők az egyházban, ez a cím ennek a egyházmennyei egy zsinatot elkészítő elmélkedésnek, gondolkodásnak. Először is mi a zsinat? Ugye van az nagy egyházi zsinat, amikor a pápa összehívja a zsinatot. Ugyanakkor lehet egyházmegyei zsinat is. A részegyház olyan kiválasztott papjainak és Krisztus hívőinek gyűlése, akik az egész egyházmegyei közösség javára a megyés püspöknek segítséget nyújtanak. Az egyházmegyei zsinat nem törvényhozó, hanem tanácsadásra hívott szerv, az egyedüli törvényhozó ugyanis a megyés püspök, aki az egyház kormányzati feladatát ünnepélyes módon gyakorolja. Az egyházmegyei zsinat feladata az egyetemes egyház tanításának és fegyelmének alkalmazása az adott részegyház körülményei között, ugye a kaposvári egyházmegyében. A kaposvári egyházmegye megalapításának 25. évfordulója alkalmából elérkezettnek láttuk az időt, hogy meghirdessük első egyházmegyei zsinatunkat, amelynek célja vonzóvá tenni egyházunkat. Szent VI. Pápa szerint az egyház az evangelizációért van, ez pedig csak azáltal valósulhat meg, ha sors közösséget vállalunk azokkal, akikhez a küldetésünk szól. Ezért lett a zsinat mottója és logója közösségben, vonzásban, egységben. A zsinati bizottságok által előterjesztett témákban elkészültek a munkadokumentumok, amelyek a további oldalakon olvashatók. Célunk, hogy a papságunk olyan dialógust folytasson együttműködve a világi hívekkel, ahol mindenki szabadon és őszintén kifejtheti véleményét. Csak ekkor lesz remény arra, hogy nem elméleteket gyártunk, hanem az életet szolgáljuk, és meg fog újulni egyházmegyénk. Ehhez kérjük a papság, illetve a hívek segítségét. Hozzá lehet szólni egyébként a zsinat.kaposvar@gmail.com e-mail címen. Hogyha beírjuk a Google-ba azt, hogy kaposvári egyházmegye, ott a felső részen van egy fül, vagy zsinat. Ez alatt már azokat az előkészült dokumentumokat meg tudjuk nézni, amelyek eddig elkészültek. Több témában jelölte meg Püspök atya a zsinatnak a működését, előkészítését, a papokról, plébániákról, ifjúság, karitász, család, tanítás, liturgia, szerzetesek és maga a szervezet, illetve az evangelizáció, amelybe beletartozik a világi hívek szerepe az egyházban. Tisztázzuk azt, hogy mi az egyház? Vagy ki az egyház, inkább azt mondom. Van istenképünk, valamilyen istenképünk kialakult gyerekkorunk óta, és az állandóan formálódik. Ugyanígy bármi másról is lehet képünk. Az egyház kép az kétféle van jelenleg forgalomban, csúnya szóval mondva. Az egyik a piramis elképzelés, a másik pedig a test és annak a tagjai. Ugye, ha kívülről nézzük, és nagyon sokszor ebben a hibába esünk, hogy
kívülről nézzük az egyházat, mintha mi nem lennénk tagjai az egyháznak, akkor úgy képzeljük el, hogy egy piramist. Fölül van a pápa, aztán a bíborosok, püspökök, papok, szerzetesek, hívek. A valódi egyházkép az pedig az, amikor azt mondja, hogy Krisztus a fő, és mi tagjai vagyunk. A püspök atya, amikor a püspöki szentelési misén végén a programbeszédét mondjuk így elmondta, akkor ezt a képet rajzolta, hogy az ő képe, ez a kép, hogy mindenkire szükség van az egyházban. Mikor lettünk az egyház tagjai? Amikor megkereszteltek. Tehát mindenki civilként kezdte ugye az egyházban a működését, azaz mindenki világi szerepben kezdte az egyházban a működését. Aztán, ahogy az életünk megy, változhatott ez a dolog. Van, aki ugye pappá szentelnek, diákonussá, vagy valaki szerzetesnek megy, püspökké szentelik. Nagyon sok színű az egyház, és ezért fantasztikus képet tud elénk tárni. Tehát ez az egyházkép az, ami előre viszi az egyházunkat, amelyre a püspök atya is utalt, hogy közösségben, vonzásban és egységben. Hát a vonzó egyházat szeretné, hogyha működne ebben a világban, mert hogy mi a világban élünk, mint keresztények, a társadalomban, de a társadalom az nem él a mi világunkban. Mi elfogadjuk ugye a társadalom különböző törvényeit, ők azonban nem mindig tartják tiszteletben a mi életünket, a mi gondolkodásunkat, a mi törvényeinket mondjuk így. A keresztségben küldetést kaptunk. Ugye van a K&H keresztény, nem ismerős ez a fogalom. Most nem a bankot akarom reklámozni. Mit jelent ez a K&H kereszténység? Mikor megyünk a templomba? Karácsonykor és húsvétkor. Ugye? Karácsonykor és húsvétkor. Aztán van a súlyosabb, ami a vízszintes keresztény. Az egyházhoz, az egyházban annyi kapcsolata van az egyházhoz, hogy csak vízszintes helyzetben kapcsolódik. Először babaként ugye megkereszteljük. Aztán ott van a ravatalon és eltemetjük. Több nincs. A keresztségben kapott küldetését felejtik el sokszor az emberek. Mi a mi szerepünk, te mi a ti szerepetek, de egyébként ez közös történet, de mégis a tárgyalás szempontjából most arról beszélünk, hogy a világiak szerepe az egyházban. Ugye vannak, akik szolgálnak, például egy kántor, sekrestyés, és áldoztató, lelkipásztori, kisegítő, zenészek, tehát vagy épp egy operatőr, tehát megvan a szerepük az egyházban. De mindenkinek megvan. Ti, akik most itt ültök, nektek is megvan a szerepetek az egyházban. Mert együtt alkotjuk az egyházat. Éppen ezért kér a püspök atya arra, hogy együtt gondolkodjunk arról, hogy mi volt eddig, tehát egy visszatekintés. Mi a jelen helyzet? Mert helyzet az van. Azt látjuk nap, mint nap. És a gyökerekhez visszatérve, és a szent hagyományt is tiszteletben tartva, egy irányt mutatni a jövő felé. Mert hogy nekünk az irányunk az üdvösség. Elsősorban a ti szerepetek, meg hát a miénk is, de most erről
ide fókuszáljuk a világiak szerepét, hogy az evangelizáció. Azt pedig csak úgy tudjuk megtenni, hogy az életünkkel a világ elé, a társadalomban éljük meg a kereszténységünket. Éppen ma ugye anyák napja. Múlt héten volt hivatások vasárnapja. A kettő az együtt. Mindegyik egy hivatás. Nektek is, mindannyiótoknak, nekünk is hivatásunk van. Kinek-kinek a maga képességei is mérten. A múltkor éppen a Miklós atya beszélt erről, hogy hogyan a kegyelem a természetesre épül. Biztos emlékszünk rá. Hát ezt kell nekünk tovább vinni. Neked személy szerint milyen szereped van az egyházban? Nem az, hogy volt, meg lesz, most. Te hogyan tudod megfogalmazni azt, hogy neked milyen szereped van az egyházban? Hát ezt fel kellett vennem, igaz, hogy a igazi gyógyfürdőben már nem kell, de most nekem még ezt fel kell venni. A bátorság. Bárkik, fiatalok, idősebbek. Kinek van erről határozott elképzelés, hogy neked mi a szerepet az egyházban? Akár egy szóval, akár 10 mondatban szabad a gazda, lehet prédikálni. Ritka történet egyébként, nem? Hogy te prédikálhatsz? Nekem van. No? Pap vagyok. Tessék. Én meg diákonos. Megvan a szerepünk. Nektek is megvan. Jövök. Azt nem mondom, hogy repülök, de jövök. Nekem most az a szerepem, hogy hozzájáruljak egy szeretett lélek felkészítéséhez az első áldozásához. Nagyszerű. Köszönjük szépen. Így van. Tehát tudom, hogy hol a helyem, tudom, hogy mit akarok. Hölgyek, urak! Látom, mindenkinek van ina, mert a bátorság ott van most jelenleg. Önként. Vagy én kijelölök önként valakit. Hát nekem elég sok van. Itt nagyon sokat kaptam ebben a templomban, mert ide jártam az Alfa kurzusra, és amikor csak tehetem, bár nem lakom most Kaposváron, csak anyukámnál vagyok, akkor eljövök, mert ez is egy más töltekezés, mint az otthoni templomomban. A Készben vagyok küldött, ez a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége a Marcali csoportban. Aztán a Rózsafűzér Társulatnak vagyok tagja. Minden héten, minden nap mondunk egy rózsafűzért, ez ilyen csoportos. A Karitászban is dolgozom. Amikor csak tehetem, akkor a hittan táborokba segítek a gyerekeknek. És a pedagógus lévén a pedagógusok között elég sokan nem tagjai az egyháznak, akkor sem, ha meg lettek keresztelve. Amikor csak tehetem, akkor próbálok evangelizálni egy kicsit. Köszönöm szépen. Én köszönöm. Egy palettát hallottunk most. Ezek után ki tud még? Egy kis segítség volt. Nagyon szeretem a templomunkat, a közösséget, az együttlétét a társakkal, az ima csoport társakkal, másokon való segítséget a Karitászban és a rászorulókon, az idősek otthonában, a családomban, levő idős beteg testvér segítségét a gyerekeimnek utat mutatva, amíg nem is követnek, de amit lehetett, megtettem,
azt hiszem, hogy Istenhez vezessen őket. A templomunkba való imádságra, való buzdításra, a rózsafüzér imádságra, közösségünk megtartására segítsége, amit tudok, amivel tudok, segítek. Mert úgy érzem, hogy felelőssége tartozunk, hogy jól érezzük magunkat, mert ez mindannyiunknak az otthona. És ha úgy fogadjuk el a templomunkat, hogy saj az otthonunkat, ha úgy szeretjük, akkor mindannyian jól érezzük magunkat, és szívesen fogunk jönni és tenni érte. Köszönöm. No? Bátorság. Hátam mögött voltál. Istentől kaptam egy csodálatos meghívást egy Jónás után. Azt mondta, hogy menjek orgonálni, és még soha nem ültem akkor billentyűs hangszer előtt. Úgyhogy azt mondtam, hogy hát uram, ilyen nincsen, de azt mondta, hogy de, ilyen van, hogy le kell ülni orgonálni, és leültem orgonálni, és csodálatos kegyelmet élek meg minden alkalommal, amikor Jézus Krisztus jelen van, ahogy engem segít a tenger színén járni. És hát ezen kívül ugye a családban nap mint nap megéli az ember a keresztény hivatást, meg a munkában is, és rendszeresen szoktunk így a családdal imádkozni, idősekért, betegekért, meg hát rászorulókért. Köszönöm. No, tehát úgy látom, hogy mondom még egy gondolat. Egy fontos dolog, ami most nagyon aktuális, hiszen itt is volt a szobor két héttel ezelőtt, és én már két évvel ezelőtt is csatlakoztam a lelki adaptálás programhoz, ahol a vagy meg nem született gyermekekért vállalunk imát, vagy most, akik veszélyben vannak a terhességük idején, akkor nem tudjuk, hogy ki az a gyermek, de Isten tudja, hogy ki az, akiért a 9 hónapot végig imádkozzuk. Minden nap egy rózsafüzér és egy sajátos ima, amiben Szűz Mária és József kegyelmét kérjük Isten mellett. És ezt fontosnak találom. Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy ha a kereszténységünket nézzük, és a keresztény hivatásunkat komolyan veszük, akkor mindenki talál az egyházban feladatot. Én arra bízhatlak benneteket, hogy bátran, nyugodtan írjatok a honlapra, valakinek van valami javaslata, vagy valami nem tetszik, bármit, ami az egyházzal kapcsolatban, tegyétek meg, mert ezzel segítjük azt, hogy az egyházmegyében megújuljon a hit, és egy jó irányt tudja mutatni a püspök atya. És a mi közös, többek között közös bennünk, az a pedig a hitünk.